Tisztelt Esperes úr, hölgyeim és uraim, kedves konferencia résztvevők! Először is köszönöm szépen tisztelettel a meghívást, amit Esperes úr intézett hozzám, illetve Orosz Gábor Viktor barátomnak a közvetítést, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket, hogy részt vesznek ezen az előadáson. Ha be kellett volna mutatkoznom, akkor valószínűleg azt mondtam volna röviden, hogy hogyan hívnak, és azt mondtam volna, hogy pszichológus vagyok, és párválasztással, fizikai vonzerővel, szépséggel foglalkozom a kutatásaimban. Ha azt mondtam volna, hogy hosszabban szeretnék bemutatkozni, akkor azt mondtam volna, hogy látogassanak el a www.meskonorbert.hu weboldalra. De nem kellett bemutatkoznom. Nézzük, hogy miről lesz szó ezen az előadáson. Valójában csak három dologról szeretnék beszélni. Az identitásról, a vonzerőről, szépségről és a kettő kapcsolatáról. Az identitás egy olyan szó, egy olyan fogalom, amely a hétköznapokban használatos szó. Mindannyian ismerjük ezt a szót, még akkor is, hogyha nem vagyunk pszichológusok, akkor is, hogyha nem vagyunk lelkészek. Vannak olyan jelenségek, olyan kifejezések, olyan emberi működési módok, amikről az lehet a benyomásunk, hogy a pszichológusok mint egy kisajátították maguknak. Lehet, hogy az identitás is ezek közé tartozik. Miért? Hogyan? Erik Erikson 1902-ben született Frankfurtban. Mielőtt megszületett volna, az édesapja eltűnt, lelépett, sosem derült ki, hogy pontosan ki az igazi édesapja. Az édesanyja később, amikor Erik 3 éves volt, férjhez ment egy Homburger nevű zsidó származású orvoshoz, aki adoptálta is Eriket, a nevére vette, tehát Erik Homburgernek hívták. Erik egy nehéz sorsú fiatal volt abban a szempontból, hogy a társai sokat gúnyolták magas, szőke megjelenése miatt, ami cseppet se volt összeegyeztethető a zsidónak hit származásával. Erik nem tudta, hogy a nevelőapja, az örökbefogadó apja nem az igazi apja. Ráadásul édesanyja dán származású volt, amely visszaköszönt ezekben a fizikai jegyeiben. Erik Erikson művészi indítatású ember volt, a művészet érdekelte, de ezt a nevelőapja, az apja letiltotta és orvosnak szánta. Amikor leérettségizett, mégsem lett orvos, nagyjából ebben az időben tudta meg, hogy mi a valódi származása, és elindult Európa szerte utazni, tanulni, hogy körülnézzen, rajzolt erre, arra, amarra, míg végül bekerült egy olyan intézetbe, rajzot tanított, tehetséges volt a rajzban, gyerekeket rajzolni tanított, ahol Freud lánya, Anna Freud és kollégái dolgoztak. Hamar felfigyeltek arra, hogy Erik Homburger milyen jól bánik a gyerekekkel, és elkezdett pszichoanalízis tanulni. Később 33-ban a fasiszta párt uralomra törése után elment először Hollandiába, később Amerikába emigrált. Továbbra is folytatta a pszichoanalitikus tanulmányait, 39-ben megkapta az amerikai állampolgárságot, és ezzel az aktussal a nevét is megváltoztatta Eriksonra. Erik Eriksonra, úgy tudta, hogy az édesapját is Eriknek hívják, és ezt a skandináv hagyományt elevenítette fel ezzel a névválasztással, akkor már tehát 37 éves volt, amikor Eriksonnak az Erikson nevet fölvette. 27 évesen megnősült, 3 gyerekük született, és a pszichológia történetbe a saját fejlődés elméletével írta be magát, illetve ami miatt mi most beszélünk róla, ez az identitás kérdése. Ahhoz, hogy tudjunk erről pszichológus szempontból, pszichológiai kifejezésekkel beszélni, tisztáznunk kell a fejlődési krízis fogalmát, amelyet Erikson megkülönböztet az akcidentális krízistől. Az akcidentális krízis az, mint hogy a neve is sugallja, egyfajta váratlan életesemény, valamilyen fajta veszteség, haláleset, valamilyen fajta nem várt trauma következtében lép fel, amelyre a pszichénk, amelyre a lelkünk, lelki mindenségünk traumafeldolgozással válaszol. Erikson szerint a fejlődési krízis viszont velejárója a lélektani fejlődésnek,
a különböző fejlődési szakaszok, fejlődési fázisok közötti átmenetnek a feltétele, illetve valamilyen fajta fordulópontként foghatjuk fel ezt a fajta lélektani krízist, amely egy életszakasz, egy adott életszakaszra jellemző minőség eléréséért felelős. Hogy ezt jobban át lehessen látni, hogy pontosan miről beszél Erikson, föl kell idéznünk az Erikson féle 8 életszakaszt, amelyben a lelki fejlődésünk szerinte megvalósul. Tehát a krízis nem valamilyen időszakot jelent, mint ahogy a hétköznapi szóhasználatban egy válságos időszakot élünk át a hétköznapi szavainkkal, hanem valamilyen fajta életcél elérésére irányul. Melyek lehetnek ezek? Ez a 8 életszakasz életkorilag nagyjából világos, az eleje, az nagyon, nagyon jó számokba foglalható. Az első év nagyjából a csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor és így tovább. A végén van valamilyen fajta nagy léptékűség, nagy vonalúság ebben, ugyanis az időskor és az ott megszerezhető krízis megoldásával elérhető életminőség időtartama az hát elég hosszú. Nincs is megnevezve, hogy ez mit jelent. A felnőtt kort 60 éves kor körülre teszi Erikson. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne korábban felnőtt kor, tehát nagyjából ez a 25 és 65 év közötti időszak az, amikor szerinte meg kell oldani ezt a bizonyos kihívást, amelyet a adott korszak fölad nekünk. De nézzük egy kicsit előről. Nem fogunk ezen mind végig menni, hiszen nem Erikson elméletével kell megismerkednünk, hanem ebből csak egy pontról fogunk beszélni. De hogy miről van szó, azt meg tudjuk világítani azon keresztül, hogyha megnézzük akár az első szakaszt, amelyben az emberi csecsemőnek a legfontosabb igénye az egyfajta szükségletkielégítés. A lelki és testi szükségleteinek a kielégítése, amelyet ha megkap, akkor kialakul benne az ősbizalom, a gondozója, a nevelője, a szülő iránt, és ezen keresztül a világ iránt. Ennek hiányában pedig kialakul egyfajta bizalmatlanság, amely áthatja a későbbi életét. Erikson szerint ezek a megszerzett életminőségek fontos alapjai annak, hogy tovább lehessen lépni egy következő szintre. Azt is mondhatnánk, hogy mint ezekben a számítógépes játékokban az alapszintet meg kell oldani, meg kell szerezni az ott lévő különböző pontokat és fegyvereket, és csak úgy lehet, föl kell vértezni magunkat, és csak aztán lehet egy magasabb szintre tovább lépni. Ha elég erős a fundamentum, akkor lehet csak arra építeni. Ugyanakkor azt is mondja Erikson, hogy ezek a megszerzett életminőségek nem tudhatók le egy egész életre. Ha ez kialakult valamelyik, például az óvodás korban, 3-5 éves kor között nagyjából, a kezdeményezés, a nyitottság a világ iránt, vagy a bűntudat, ennek a paralelje, akkor elképzelhető, hogy ezt megoldjuk, ezt a problémát, de ez visszatérhet később időszakaszokban időnként. Különösen jellemző ez az identitásra, amely a serdülőkor feladata Erikson szerint. Ő 12 és 20 év közöttire teszi, tehát a prepubertáskortól egészen mi azt mondanánk, hogy ez már nagyjából azért a fiatal felnőttkor kezdete, de Erikson egy ilyen nagyon megengedően, nagyon ráhagyóan bánik ezzel, és azt mondja, hogy olyan sokfélék vagyunk, olyan sokféle módon serdülünk, hogy ez a bizonyos feladat, az intimitás, az identitás versus szerepdiffúzió vagy szerepkonfúzió, ez az igazi nagy kihívása ennek az életkornak, amit a fiatal felnőtt korba való belépéshez el kell tudnunk érni. Ez nem azt jelenti, hogy később nem lehetnek identitásunkkal összefüggő kérdéseink, az identitásunkat érintő problémáink. Jól mintázza ezt Erikson élete is, aki már 37 éves volt, mire egy új identitást megszerzett magának amerikai állampolgárként egy új világban, egy új névvel, egy valódi névvel, ami önmagáról szól. Kicsit menjünk bele ebbe a serdülőkori problémában, amit a serdülőkorral kezdődik. Erikson szerint az identitás megszerzésének az alapvető kérdése a ki vagyok én kérdés, amelyet fölteszünk korábban is talán magunknak, fölteszünk magunknak később is, akár a mindennapokban fölteszünk,
de az életünknek a mindennapjait ezt valójában ebben a korszakban rengeti meg, alapozza meg Erikson szerint. A serdülők ezekre a kérdésekre keresik a választ, és megpróbálják meghatározni magukat a szüleikhez, a közösségükhöz, a kultúrájukhoz képest, a társaikhoz képest, a saját korábbi életükhöz képest. Folyamatosan erre a kérdésre keresik a választ. Ehhez az szükséges, hogy megpróbálják a saját magukról kialakított képükkel, kép részleteikkel összeegyeztetni ezt az újfajta képet. Az is én vagyok, aki a órán ötösre tud felelni, amikor felkészül. Az is én vagyok, aki lezserségből nem készül föl, mert inkább elmegy pecázni a barátaival. Az is én vagyok, aki engedelmes gyerek vagyok otthon, és az is én vagyok, akiben fölmegy a pumpa, és a szüleimnek a botorságait nem tudom kritikai megjegyzés nélkül elviselni, mondhatja egy serdülő. Valójában ezekkel az én részletekkel kell tudni ezekben az időszakokban összeegyeztetni, a kirakós képét összeegyeztetni, hogy ez mind én vagyok. Ha nagyon nagy összenemillés van a részletek között, akkor valami szerepdiffúzió alakulhat ki. Ha én vagyok az is, aki a boltban lopok, vagy máshol miát elveszem, és közben odállok, és azt mondom, hogy nem én voltam. Ha nagyon nagyok az összenemillések, akkor valamilyen fajta szerepzavar, valamilyen fajta identitászavar, végső soron valamilyen fajta kriminális személyiség, valamilyen fajta identitászavar, személyiségzavar alakulhat ki. Két módon szerzik meg Erikson szerint a korszak végére, a serdülőkor végére a serdülők, az emberek ezt a fajta identitást. Egyrészt a korábbiakat ötvözik egymással. Az is én vagyok, aki gyerekkoromban, kiskoromban, nem tudom, már egy évesen szobatiszta voltam. Az is én vagyok, aki bepisiltem 5 évesen, amikor megszülettek a kistestvéreim, és úgy éreztem, hogy lehet, hogy rám nincs is szüksége a szüleimnek. Számos, akár kellemetlen emléket, ami rám vonatkozik, számos vágyott dolgot. Én beszerettem volna kerülni erre és erre az egyetemre, de nem sikerült. Ez is én vagyok. Ha ezeket mind integrálni tudja az egyén, akkor kialakulhat egy koherens identitás. És ez még hozzájárul egy másik folyamat, hogy a többiek milyennek látnak engem. Vajon én olyannak látom-e magamat, amilyennek szeretném, hogy mások lássanak, és amilyennek valóban látszom is mások felé. Valójában tehát Erikson szerint a serdülő ezekre a kérdésekre keresi a választ, ezekre a kérdésekre megszerzi valamilyen módon a választ, amire elér a felnőttkor hajnalára, a fiatal felnőttkorban. Ha ez még sincs meg, viszont olyan életkorba kerülne, amikor már szükség lenne a fiatal felnőttkor vagy a felnőttkor kérdéseinek a megoldására, problémáinak a megoldására, akkor megrezeghet az alap, és egy hamis alapra épül, illetve nem épül, igazán vár. Patológia, kriminalitás épülhet rá. Szóval, hogy a serdülőkornál ez a bizonyos ki vagyok én kérdés, ez egy nagyon fontos, és a szerep diffúzió, konfúzió, illetve az identitás megszerzése között lavírozik az egyén. Elképzelhető akkor ilyen szerep, konfúzió, hogyha nincs elköteleződés. Tehát elköteleződni egy pályán, egy hivatásban, egy valamilyen irányban, ez egy nagyon fontos kihívása ennek a serdülőkori, fiatal felnőttkor előttbe lépés időszakának. Nagyon fontos, hogy tudjunk stabil választ adni erre, ezekre a kérdésekre. Illetve, hogy elkerüljük ennek hiányában, elkerüljük a túlazonosulást azokkal a hamis hősökkel, azokkal a hamis talmi ikonokkal, akik a mai világban, a mai világi világban egyre inkább útjelzőként, hamis útjelzőként szolgálhatnak a fiataloknak, akár a felnőtteknek. Az identitás tehát egyfajta hűség is. Hűség önmagunkhoz, hűség a belső önmagunkhoz, az elköteleződés, az elköteleződésünkhöz. Akkor is, hogyha bizonyos körülmények között ez nem összeegyeztethető, akár a társadalmi értékrendekkel.
akár az aktuális politikai rezsimmel, akár másfajta körülményekkel. Erre a történelmünkben számos példa van. Erikson tanítványai, Erikson követői úgy gondolták, hogy ez az elmélet egy kutatásra alkalmas elmélet, és számos kutatást végeztek azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan nézhet ki a valóságban. Hogyan nézhet ki az identitás megszerzése a valóságban. Azt találták, hogy két szempont mentén akár négy csoportba lehet sorolni az identitás megszerzése felé vezető utat. Az egyik szempont az, hogy megtörtént-e ez a bizonyos identitáskrízis az egyén életébe. A másik szempont pedig az, hogy létrejött-e az elköteleződés. A stabil identitás akkor alakul ki, ha mind a kettő kérdésre igennel tudunk válaszolni, és a szerepdiffúzió pedig akkor alakul ki, hogyha mind a két kérdésre nemmel tudunk válaszolni. Erről már volt szó az előbb. Nézzük a maradék kettőt. Nézzük, mi van akkor, hogyha volt identitáskrízis, elnézést, nem volt identitáskrízis, de van egy elköteleződés. Ezt a kutatók korai zárásnak nevezik. Korai zárásról akkor beszélünk, ha túl korán dönt az egyén egy bizonyos élethivatás, pálya, akár házastárs mellett. Ha nem volt meg a keresés, ha nem volt meg a választás, hanem pont az elköteleződés elkerülése miatt korán választ. Például valaki azért lesz, mondjuk, orvos, mert a szülei is ezt mondják neki. Mert azt mondja az apja, hogy ő is orvos volt, ő is sebész volt, a nagyapád is sebész volt, legyél te is sebész. Jó, az leszek. Tehát a korai zárás egy olyan út, amely magában hordozza a későbbi krízis kibontakozását, elköteleződés krízis nélkül. A másik ilyen probléma az a elköteleződés nélküli folyamatos keresés. Ez gyakorlatilag az időszak, a moratórium időszaka, amikor a serdülő, jó esetben a serdülő, identitást kereső serdülőkori krízisben van. Rossz esetben ez nem oldódik meg a serdülőkor végére, a fiatal felnőttkor elejére, hanem fönnmaradhat akár évtizedeken keresztül is. És a moratórium fönnáll, keres, úgy viselkedik, mint egy serdülő, nem tud elköteleződni se itt, se ott, se amott, viszont keres. 40 évesen, 60 évesen még mindig keres. De nem talál. Természetesen, hogyha identitásról beszélünk, akkor túl ezen a serdülőkori identitáson, amelyre Erikson elmélete vonatkozik, kell beszélnünk arról, hogy számos identitásunk van, számos szerepünk van, ezek összefüggnek az identitásunkkal, és számos szerepből fakadó szerepelvárásnak felelünk meg. Ilyen például a nem identitásunk. Ilyen lehet a nemzeti identitásunk, vagy nemzetiség identitásunk. Ilyen lehet a család identitásunk, vallási identitásunk, ilyen lehet a szakmai identitásunk, és számos más szerep, amelynek meg kell felelnünk, vagy amelyet magunk választunk, és magunk döntünk úgy, hogy meg szeretnénk felelni ezeknek a szerepeknek. Lehet, hogy egy kicsit meleg van, lehet, hogy érdemes nyitni ablakokat, mielőtt teljesen áthevülünk. Hiszen most nekem alapjáraton is ilyen heves a természetem, ha beszélnem kell, de lehet, hogy előbb-utóbb fölforra a hangulat, és ez nem biztos, hogy szerencsés. Szóval, hogy ha identitásról beszélünk, akkor számos olyan hatással találkozhatunk a hétköznapokban, amelyek formálják az identitásunkat. Az is elképzelhető, hogyha valakinek nincsen egy biztos identitása, akkor megpróbál úgy tenni, mintha lenne identitása. Ez szintén az identitás problémák körébe tartozik. Az előbb azzal kezdtem, hogy megpróbáltam bemutatkozni, és azt mondtam önöknek, hogy pszichológus vagyok. Ha magamba kell fordulnom, és meg kell magamtól kérdeznem azt, hogy ki vagyok én, akkor valójában lehet, hogy nem ez az első, nem ez a legfontosabb dolog. Hanem a legfontosabb dolog az, a számomra, de ez egy ilyen személyes vallomás, talán elnézik nekem ebben a körben, hogy elsősorban Isten gyermekének tartom magamat. Másodszorban tartom magamat
férfinak, mint embernek, valamilyen neműnek születünk. Harmadsorban pedig a családi szerepeim a fontosak, férj vagyok és apa vagyok. És a többi családi szerepemen túl fontos csak az valahol, hogy valójában egy szakember vagyok. Ha változnának a körülmények, és nem dolgozhatnék pszichológusként, lehet, hogy elmennék vagont kipakolni, mint a nagyapám tette azt a 56-os időkben. Nem tudott jogászként elhelyezkedni. Ez egy fontos dolog, meghatározó a számomra, de nem a legfontosabb dolgok egyike. Ennél sokkal fontosabb dolgok vannak. Ha valakinek túl fontos dolog a szakmai identitása, akkor könnyen úgy járhat, mint a következő viccben az egyik szereplő. A vicc így hangzik. Szent Péter ül a mennyország kapujában, és el nagyon el van foglalva valamivel, amikor egyszer csak erre lesz figyelmes. Na, mi az? Mondja Szent Péter. Nem mi, hanem ki? Hangzik a válasz. Szent Péter pedig a homlokához kap, és azt mondja, Úristen, már megint egy pedagógus. Ez lehet, hogy egy vicc, és lehet, hogy egy jó vicc, ezt nem tudom. Minden esetre nagyon jól mutatja, hogyha belemerevedünk egy-egy szerepünkbe, akkor ez mennyire akadályozza a lelki fejlődésünket. Ha belemerevedünk a gyerek szerepünkbe, és nem tudunk ebből kitörni, nem tudunk egy cezurát hozni, akkor nehezen tudjuk megoldani azt a szerepünket, ami kizárja, hogy gyerekként működjünk. Például a felnőtt házastársi szerepünket, vagy a felnőtt szülői szerepünket, ha egyfolytában mi gyerekként érezzük magunkat a családban. Ha hazamegyek, becsukom magam mögött az ajtót, akkor nem szeretnék egyetemi oktató lenni otthon. Nem szeretnék számon kérni, tesztet iratni, zéhát iratni. Vannak olyan szakmák, az előbb a pedagógus szakma került szóba, de ilyen lehet akár még az egyenruhások szakmái, úgy értem a rendőröké, a katonáké, ahol nagyon erős, nagyon erőteljes, meghatározó identitást ad a szakmai identitás, amit gyakran nehéz letenni és kizárni a magánéletből. És nagyon gyakran azt tud problémát okozni a hétköznapi életbe, ha valakinek az egyik szerepe, szakmai szerepe ilyen módon írja fölül ezt a bizonyos más szerepeket. Beszéljünk a vonzerőről. Hogy jön ez a kettő össze? Egy nagy, éles váltással kezdjünk el beszélni a vonzerőről. Mit tudunk a vonzerőről, a szépségről? Hát egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a hétköznapi vélekedéseink szerint a vonzerő az nem egy tudományos vizsgálódásra alkalmas terület. A hétköznapi vélekedésünk szerint a vonzerő azok ilyen dolgok, azok ízlések és pofonok eltérőek, az nem mérhető. Azt gondoljuk, úgy vagyunk vele, hogy kinek a papné. Nem biztos, hogy minden, ebbe a körben ez lehet, hogy nem volt egy felhőtlen megjegyzés. Ami fontos ebben tehát, hogy ez nem a tudomány területe. Az is egy népszerű vélekedés, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Persze nem mindegy, hogy milyen módon kell megszenvedni. Azt látjuk, hogy a legtöbb kultúrában különböző módon fogalmazzák meg a szépség elvárásokat, a szépség ideálokat. Azt látjuk, hogy más olyan dolgok vonzóak a különböző kultúrákban, mint például nálunk. Ez a kínai lótuszlábnak a divatja, nem tudom, hogy ez mennyire ismerős ebben a körben. A feudális Kínában a férfiak számára a szexuálisan vonzó az volt, hogyha nők aprócska, picike lábakon jártak, amelyeket már 2-3 éves kortól elkezdtek ezért bekötni, átkötni, és később a csontokat is eltörték, hogy a nők lábát eltorzítassák, és ilyen nagyon aprócska lábakon járhassanak. Ez talán kevésbé ismeretes a többi afrikai szépség praktikához képest. Mi hiányzik még innen? Talán az európai, amerikai, a jóléti társadalmakban bevett szépség praktika, amelyekkel a modern nők próbálják meg olyan helyzetbe hozni magukat, ugye ez a mellagyobbító plasztikai műtétekről van szó, amely nagy fájdalommal jár, nagyon magas a fertőzések kockázata mindannyi esetben, és bizonyos értelemben véve visszafordíthatatlan változásokról van szó. Mi lehet ezeknek az értelme, ezeknek a szépségpraktikáknak? Van-e valami értelme, van-e valami egységes, univerzális üzenete? Valószínűleg az lehet ezeknek a női
arcot és testet érintő szépségpraktikáknak az üzenete, hogy a női szépség, az emberi szépség önmagában nem elég jó, hanem valamit tenni kell, hogy még szebb legyen. Önmagában nem elfogadható, hanem súlyos árat, akár egészségügyi kockázatokat, akár pénzt, akár bármi mást kell fizetni azért, hogy ezek a szép, ez, hogy a szépség még fokozható legyen. És a végső konklúziója talán az lehetne ezeknek a különböző szépségpraktikáknak, hogy mennyire veti alá magát az egyén a közösség normáinak. Az árójában azért azt meg kell jegyeznünk, hogy a különböző törzsi társadalmakban természetesen nem az egyéni vonzerőről van csupán szó, hanem a közösséghez, a törzshöz tartozás, a törzs identitás létrehozásánál fontosak ezek a bizonyos beavatási ritus kellékeként létrejött szépségpraktikák. Ahhoz, hogy jobban megértsük a szépség pszichológiai jelentőségét, forduljunk nagyon röviden a biológiához, illetve a vonzerő állatvilágban való megjelenéséhez. Az állatvilágban általában a nőstények választanak, és a hímek ezért megpróbálnak olyan jellegeket kifejleszteni magukon, amelyek alapján eltérhetnek minőségben egymástól, és választhatók. Így például bizonyos madaraknál, vagy bizonyos emlősöknél is a morfológiai fegyverek szintén másodlagos nemi jellegként működnek, és vonzóak a nőstények számára. Az embernél ez nem így van, ez nem pontosan így van, ezért nagyon röviden erről is kell beszélnünk. A szépség evolúciós megközelítése szerint az emberi szépség, az emberi vonzerő, azok a jellegzetességeink, amelyek szexuálisan vonzóak társaink számára, ezek valamilyen módon tükrözik a genetikai minőségünket, az egészségességünket, a termékenységünket. Azért tartjuk vonzónak, szexuálisan vonzónak, csinosnak, férfiasnak vagy nőiesnek bizonyos külső vonásainkat, mert ezek valamikor az evolúciós múltban együtt jártak a nagyobb utódszámmal. Ha valaki az életképesebb egyedet választotta, mert az vonzóbb volt, akkor nagyobb valószínűséggel hagyhatott maga után életképes túlélő utódokat. Ezek olyan vele született, velünk született, bennünk lévő preferenciáink, amelyet nem vagyunk képesek kikapcsolni. Még akkor sem, hogyha a modern világban ezek nem járnak együtt a nagyobb szaporodási sikerrel, hiszen manapság a jóléti társadalmakban számos ember megtervezi a szaporodását, akkor szaporodik, amikor ő szeretné, és annyi gyereket szül vagy nemz, amennyit ő szeretne, de nem tudjuk kikapcsolni. Ha valaki érzelmileg elkötelezett párkapcsolatban él, akkor is képes megmondani más emberekről, hogy vonzóak-e, vagy sem. Ha valaki vallási okokból nem foglalkozik párválasztással, akkor is képes rá, hogy megmondja, hogy egyik, két ember közül, hogy az egyik az vonzóbb-e, vagy a másik a vonzóbb. A mi fajunknál a fizikai vonzerő tehát kölcsönös, vonzóak a férfiak, és vonzóak a nők is. Pontosan azért, mert amióta kialakult az apai szülői ráfordítás, sok más emlős fajjal szemben az embernél hatalmas apai szülői ráfordítás látható, szemben különböző emlős fajokkal. Tehát amióta kialakult az apai szülői ráfordítás, azóta úgy tűnik, a teoretikus evolúciós kutatók szerint, azóta választanak a férfiak is a nők közül, akik szintén nem egyforma genetikai minőségűek, és ezeket a választásnak, ezeket a minőségeit, ezeket a különböző arcbéli és testbéli jellegeken keresztül tesszük meg. A kutatók szerint, ezek nyilván eltúlzott testarányok és eltúlzott testalkatok, modellek, akiket ebben a kicsit talán torz fogyasztói társadalomban a legszebb embereknek tartanak, fizikai szempontból. Az egyik túlizmos, a másik meg túl nemizmos. Minden esetre a hétköznapokban azt láthatjuk, hogy ezek a szépségpreferenciáink, ezek egyáltalán nem tudatosak, miközben képesek vagyunk arra, hogy különbséget tegyünk az emberek között pusztán a fizikai vonzerejük alapján, ezt rejtve tesszük. És ennek az az eredménye, hogy a vonzóbb emberek különböző társas előnyöket élveznek. Úgy tűnik, hogy a kutatók, természettudósok és társadalomtudósok találtak egy érdekes területet, amelyben föl tudják tárni, mérni tudják azt, hogy a fizikailag vonzóbb emberek hogyan élveznek, miben élveznek társadalmi előnyöket.
Az egyik ilyen, egy ilyen vizsgálatban azt találták, hogy már a csecsemőknél is megfigyelhető ez, a vonzóbb babák több érzelmi kommunikációt kapnak a szüleitől, szüleiktől, mint azok, akiket kevésbé vonzónak tartanak. Ezt egy egyszerű megfigyelőablakkal, stopperórával és független megítélőkkel mérni lehet. Az iskolában a vonzóbb gyerekek számára magasabbra teszik a mércét, és magasabb dicsőséget tudnak szerezni, magasabbra teszik a mércét a pedagógusok, és ezek a gyerekek több dicsőséget tudnak szerezni, jobb jegyeket tudnak szerezni. Egy extrém vizsgálatban, illetve több ugyanilyen vizsgálatban, hiszen elsőre sosem akarták elhinni a kutatók, hogy valódi eredményeket kaptak, az egyik ilyen extrém vizsgálatban azt csinálták, hogy kiküldtek dolgozatokat, gyermekek által írt dolgozatokat pedagógusoknak, hogy osztályozzák le. Nem tudták, hogy kiről van szó, nem volt ott név, de azt a trükköt hajtották végre a pszichológusok, hogy ugyanazt a dolgozatot küldték el, csak az egyikre egy vonzóbb gyerek képét tették, a másikra pedig egy nem vonzóbb gyerek képét tették, és azt találták, hogy amikor egy vonzóbb gyerek képe volt, akkor szignifikánsan, határozottan jobb jegyet, magasabbra értékelték az oktatók, a tanárok ezeket a dolgozatokat. Más kutatók azt találták, hogy ez a munkaerő világában is érvényes. Amikor előnyösebb fényképekkel ellátott ugyanolyan önéletrajzokat küldtek el a kutatók, akkor azt találták, hogy szignifikánsan magasabb volt a behívásnak az aránya. De ne álljunk itt még meg. A politikai választásokon a kutatók azt találták, hogy a vonzerő, a jelölt vonzereje, az hatékonyan képes előrejelezni vagy bejósolni a választási eredményt. Persze lehet, hogy ez nem a magyar viszonyok között van. Ha magyar viszonyokat tekintjük, akkor elég csúnyák a politikusok, de Amerikában valószínűleg a vonzerőben is lehet egy kis különbség. Azokat az embereket, azokat a politikusokat, akiket vonzóbbnak ítéltek meg a résztvevők, azokat egyben hozzáértőbbnek is látták, kompetensebbnek, kedvesebbnek is, és sokkal megbízhatóbbnak észlelték. Lehet érezni, hogy ezek a vizsgálatok, ezek nem feltétlenül priméren a párválasztás kontextusában mozognak. Nem a szexuális vonzerőről szólnak, hanem különböző olyan jellegekről, amelyek alapján meg tudjuk ítélni, hogy valaki vonzóbb-e vagy sem. A legdurvább vizsgálatok azt mutatják, hogy az átlag élethosszig tartó bért tekintve a vonzóbb emberek az átlagos vonzerejű emberekhez, illetve a kevésbé vonzó emberekhez képest jelentősen többet keresnek. Nyilván nem a közszférában, ahol megvan, limitálva vannak a bérek, hanem a versenyszférában. Ezt átszámoltam forintra, az látható, hogy itt élethosszig tartó kereset alapján 50 millió forintnyi bérrel is többet keres egy vonzóbb ember, mint egy kevésbé vonzó. Egy nagyon meghökkentő vizsgálatban azt lehet látni, hogy a ma a fogyasztói társadalomban divatos, sovány női testalkattól eltérő, kövérebb, nevezzük őket kövérebb nőknek, úgy tűnik a kövérebb, tehát a testesebb vagy nagyobb testtömegindexű, hiszen ezt testtömegindexben adják meg a kutatók, nők kevesebbet keresnek, mint azok, akik divatosabb testarányjal rendelkeznek. Ez akkor is így működik, hogyha standardizálják matematikai, statisztikai eszközökkel azt, hogy valaki milyen beosztásban van, hogy szerződésese vagy kinevezette, akkor is, hogyha a gyermekszámot standardizálják, hiszen a gyerekszám a hormonműködéseken keresztül felelős lehet a nagyobb testtömeg kialakulásáért, illetve ha az életkort is standardizálják, és azt se veszik figyelembe. Ezek több tízezer fős mintán végzett vizsgálatok. Ezért valószínűleg nem véletlen, hogy abban a kultúrában ez a férfiak testmagassága és a fizetésük összefüggéséről szól. Valószínűleg nem véletlen, hogyha egy olyan társadalomban, ahol ennyire megkülönböztetik a vonzóbb embereket a kevésbé vonzóktól, ott mindenki szeretne vonzóbb lenni. Ha ekkora hangsúly kerül a külső fizikai megjelenésre, ha ennyire fontos az, hogy vonzóbbak legyünk, akkor valószínűleg eltolódik a hangsúly. Nem a belső értékekre, hanem a külső megjelenésre. Egy velünk született detektor megmutatja nekünk azt, hogy ki a vonzóbb. Például detektáljuk a szimmetriát az arcon és a testen is. A kevésbé szimmetrikus arcokat kevésbé vonzónak tartjuk, kevésbé egészségesnek tartjuk, a kevésbé vonzó arcok, kevésbé szimmetrikus arcok tulajdonosát.
És azt mutatják a vizsgálatok, hogy a kevésbé szimmetrikus emberek kevésbé stabil egészségügyi kondíciókkal is rendelkeznek. A szimmetrikusabb embereknek magasabb az intelligencia hányadosa, magasabbak a különböző szívérrendszeri mutatói, és így tovább, és így tovább. Ezért nem véletlen, hogy az amerikai futball csatárok között, vagy hátvédek között mért felmérésben azt találták, hogy azok az amerikai futball hátvédek, akiknek szimmetrikusabb az arcuk, azok többet keresnek. Eljutottunk odáig, hogy beszéljünk egy kicsit akkor az identitás és vonzerő kapcsolatáról. Bocsánat, a gerinc és a nyelv vizsgálat megtörtént? Jó, ez egy nagyon fontos kérdés. Erre visszatérünk még a végén. Tehát beszéljünk arról, hogy hogyan függhet össze ez a szemnek tetsző, szemnek látszó, de mindenképpen a külső megjelenésben érvényre jutó fizikai vonzerő és az identitásunk. Az első nagyon fontos dolog, hogy ebben a nyugati világban a saját szépségünk, a saját vonzerünk észlelése és értékelése nagyon korán kialakul. Nagyon korán, már gyerekkorban kialakul képünk arról, hogy a társainkhoz képest mennyire vagyunk vonzók. Úgy tűnik a vizsgálatok alapján, hogy már 8 éves gyerekek körében is találtak Amerikában olyan fajta, nem tudom, diétázó viselkedést, ami összefüggött azzal, hogy mennyire látja vonzónak magát egy kisgyerek. Mondjuk praktikusan túlsúlyosnak látta magát. A serdülőkori, az előbb beszéltünk a serdülőkorról identitás pszichológia szempontjából, a serdülőkori depressziónak, önmagunkkal való problémának, zavarnak a hátterében nagyon gyakran áll az, hogy valakinek negatív önképe van. Csúnyának látja, értéktelennek látja magát. Azt látja, hogy nem olyan szép, nem olyan vonzó, mint a többi. És ez a felnőtt népességben is megdöbbentő magasságú statisztikai adatok állítják azt, hogy a felnőtteket is nagyon gyakran befolyásolja a felnőttek viselkedését is az, hogy mennyire látják vonzónak magukat. Akik nem látják magukat elég jónak, elég vonzónak, legalább átlagosnak, hanem nagyon átlagon alulnak látják magukat, azok képesek ezért egy csomó társas aktivitásból kivonni magukat. Nem mennek közösségbe, nem mennek el sportolni, nem mennek moziba, nem találkoznak a barátaikkal. Egyszerűen magukba fordulnak, mert azt érzik, hogy nem elég jók. Hogyan működik ez? A társas összehasonlítás elmélete szerint mi emberek úgy vagyunk kitalálva, hogy folyamatosan összehasonlítjuk magunkat, akár már gyerekkorunktól kezdve a társainkkal. Megpróbáljuk beilleszteni magunkat a társaink közé különböző jellemzőinkkel kapcsolatban. Valószínűleg ezzel nem is volt túl nagy probléma, nincs is túl nagy probléma a természeti népeknél, a jelenlegi természeti népeknél, a tradicionális társadalmaknál, ahol nagyjából 100-200 embernyi közösség vesz bennünket körül, mint ahogy talán 1,5 millió évvel ezelőtt is, egészen a paleolit forradalomig, amikor elkezdődtek a városba tömörülések, és kialakultak az ókori kultúrák később, és hirtelen egyre többen lettünk, és egészen körülbelül 150 évvel ezelőttig, vagy még inkább a mostani média forradalomig, körülbelül 20-30-40-50 évvel ezelőttig, amikor már nem csak avval a közvetlen környezetben föllelhető társanyaggal hasonlítjuk össze magunkat, hanem olyan emberekkel is, akikkel soha büdös életben nem fogunk találkozni, nem is találkoztunk, és ilyen szempontból teljesen irreleváns az, hogy ők hogy néznek ki, vagy éppen milyenek, vagy mit tudnak. Ez pedig a média világa, hiszen a médiából érkező információk számtalan úton, szinte észrevétlenül tárulnak elénk, és töltik ki az észlelési mezőnket. Egyfolytában találkozunk olyan emberekkel, akik nem átlagosak, nem átlagos kinézetűek, nem átlagos tettekre képesek, nem átlagos módon működnek, és ezekkel az emberekkel hasonlítjuk össze magunkat folyamatosan. Olyan mérkőzést vívunk velük, amelyben csak alul maradhatunk, ha a fizikai vonzerőről, ha a fizikai vonzerőnek erre a csupán külső, valódi külső megjelenést célzó aspektusáról van szó. Ezek a médiaképek arra ösztönzik a nyugati társadalmat,
hogy dollármilliárdokat áldozzanak a szépségiparra, testedzésre, diétázásra, kozmetikai szerek használatára, esetleg kozmetikai műtétek alkalmazására. Melyek a saját testtel kapcsolatos elégedetlenség, leértékelés, rizikotényezői? Az első, ez a bizonyos média hatásnak való kitettség. A Fidzsi-szigeteken, ami Amerikához tartozik, 1995 és 98 között vezették be a televíziót. Előtte a nagyméretű, telt női idomokkal rendelkező női alak volt a női ideál, a női szépség ideál. Amikor megjelent a tévé és az amerikai műsorok, akkor azt tapasztalták a kutatók, akik közül néhányan rávetették magukat erre a jelenségre, azt tapasztalták a kutatók, hogy a fiatal nők nagyon hamar magukénak tartották a nyugati szépség ideált, a vékony test ideáját, és elkezdtek extrém módon diétázni, hánytatni magukat, fogyókúrás módszereket választottak, hogy elérjék ezt a vágyott, áhított női test ideált, amely a különböző tévésorozatokon, sztárokon keresztül sugárzott feléjük. Szóval a nagyobb média hatásnak való kitettség egy nagyon fontos rizikótényező. Ha egy olyan kultúrában élünk, vagy egy olyan kultúrában születünk bele, ahol nem a közösség érvényesülése a lényeg, ami nem közösség alapú, mint általában az ázsiai tradicionális társadalmak, hanem az egyéni érvényesülés, és emiatt nagyon nagy a versengés. Hiszen ha én szebb vagyok, mint te, akkor jobb pozíciókat szerezhetek. Jobb csajt, jobb pasit, jobb állás, több pénzt, mi kell még? Ha a környezet nyomása az egyénre nagy, vagy az átlagosnál nagyobb, rendkívül nagy. Ez szintén rizikotényező lehet. Ha nagy a megfelelési kényszer, szeretnék megfelelni, szeretnék olyanok lenni, olyan lenni, mint ahogy a többiek mondják, ahogy látom, hogy a környezetemben ilyenek. Ha bizonytalan az identitás, illetve hogyha bizonytalan a kompetencia érzése, a hatékonyság érzése, a hozzáértés képes érzése. Melyek lehetnek a protektív tényezők? Mi az, ami ettől mégiscsak megóvhat bennünket valamilyen módon? Az egyik ilyen lehet a stabil anya-gyerek kapcsolat. Egy olyan baba-mama kapcsolat, és mondhatnánk azt is, hogy baba-papa kapcsolat, amely elfogadáson alapul, amely szereteten alapul, amely a gyerek igényeinek, a kicsecsemő igényeinek a kielégítésén alapul, amely a későbbi pszichés, szellemi, testi fejlődését megalapozó nevelésen alapul, egy elfogadó, támogató környezet, szintén preventív és védő tényező is lehet, illetve a szeretetteljes elfogadó kapcsolatok párkapcsolatban is, nyilván szülő-gyerek kapcsolatban is, bár azt a kapcsolatot, azt a szülő-gyerek kapcsolatot, ahova beleszületünk gyerekként, ezt általában nem választhatjuk meg. Ha ez nem ilyen, mert nem ilyen adatot, akkor lehet, hogy cezurát kell, vagy lehet húzni, akár úgy, mint Erikson, és meg kell keresni az új kezdeteket. Meg lehet keresni. Tehát a protektív tényező az az is, ha tudunk szakítani a szenvedést okozó környezettel vagy múlttal. Illetve egy nagyon erőteljes beágyazottság a közösségbe. Ha úgy érzem, hogy a közösség fontos, értékes tagja vagyok, ha úgy érzem, hogy számítanak rá, ha úgy érzem, hogy az az értékrend, ami a közösségben van, az elfogadható a számomra, az megóv engem sok mindentől. És végső soron, de ezt kellett volna nyilván az elejére írni, hiszen ez az egésznek a mozgatórugója, az Istenhez való kapcsolódás lehetősége, illetve annak az élménye. Bár nem kérte engem senki arról, hogy lelkészeknek arról beszéljek, és elnézést, hogy veszem a bátorságot, hogy vajon ez lehet-e egy lelkészi feladat, akkor én azt gondolom, és ezzel a gondolattal szeretném zárni az előadásomat, hogy ez valószínűleg a sok más feladat mellett ebben a mai modern nyugati világban, vagy ahhoz közeledő világban lehet, hogy egy fontos része lehet a lelkészi feladatnak. Tisztában lennünk azzal, hogy milyen társas nyomást élnek át a közösség tagjai, mi az, ami miatt ők azt élhetik meg, hogy értéktelenek, főleg a felnövekvő generációk, amelyek támpontokat adhatnak arra, hogy a lelki gyakorlatokon, lelki vezetéseken
milyen témák foglalkoztathatják a fiatalokat manapság. Bár ahogy elnézek, itt túlnyomó rész nagyon fiatal lelkészek ülnek, és egy kicsit meg is lepődtem ezen, mert az én nagybátyám, aki nyugalmazott református lelkész volt Pécsváradon a 80-as évekig, Sipos Tibor, aztán diszidelt Németországba a családjával a 80-as évek elején, most már több mint 70 éves. Az én fejemben az a lelkész kép él, hogy talán találkozom itt majd olyan lelkészekkel a lelkész konferencián, akik ismerik még a Tibor bácsit, és nyilván ehhez képest vagyok meglepve, hogy mennyire fiatalok a jelenlévő lelkészek. Jó, tehát a konferencia előadásomnak az záró gondolata az, hogy az identitásunk az egy fontos része a saját vonzerőnk megélése. Ez azért is fontos, mert ebben a mai világban nagyon nehezen találjuk a helyünket. Az egyik végletről beszéltünk csak most, amikor valaki alulértékeli a saját vonzerejét, a másik véglete pedig az lehet, amikor valaki túlértékeli a saját vonzerejét, és narcisztikus személyiségzavar alakul ki, és úgy érzi, hogy mindenben ő az, aminek következnie kell. Erről a részéről most nem beszéltünk, ez egy narcisztikus kultúra, narcisztikus társadalom, amiben élünk, ezért lehet, hogy erről is érdemes lenne beszélni. Minden esetre én ezzel a gondolattal kívánok további jó konferenciát. Köszönöm.